33 fő nevezett az Esteem Asztali Tenisz Egyesület évadzáró rendezvényére. A gála jellegű versenyen sportbarátok, Bonyhádi, Komlói és Kaposvári meghívottak is megmérettették magukat. A mérkőzések három asztalon folytak folyamatosan. Horváth Eszter, asztali tenisz edzőt a rendezvényen kérdeztük. Általában negyedévenként tartok egy ilyen Esteem házi bajnokságot. Ez most ugye abból a szempontból egy kicsit más, hogy egy évadzárót is tartunk, egy évértékelőt majd itt a verseny végén. Amikor két évvel ezelőtt ez az egész elindult, akkor gondoltad volna, hogy ilyen sokan lesznek itt? Hát nem, tényleg őszintén. Hát tudtam volna, akkor kétszer ekkora termet építek. Úgyhogy számomra is nagyon meglepő, de nagyon örülök, hogy ilyen sokan szeretik ezt a sportágat. Hát az első kettő az tovább jut a főtáblára, a másik kettő vígaszágra kerül, ott már egyenes kiesésben zajlik majd a verseny, és természetesen a két győztes elsősorban kupát kap és a érmeket. Mi kell egy ilyen egyesületnek a fenntartásához? Milyen anyagi támogatásokat kaptok honnan? Hát igazából ezt önerőből hozom létre. Sajnos nem kapok anyagi támogatást egyelőre se a várostól, se az Asztali Tenisz Szövetségtől. Próbálom saját erőből, illetve a befolyt tagdíjakból fenntartani az egyesületet. Akkor gondolom egy ilyen versenynek is van nevezési díja. Igen, természetesen. Így van. Mennyi volt? 2300 forint, amiben benne volt már a gulyás is, illetve hoztak sok mindent a játékosok, így össze szoktuk dobni, és a közös erővel egy nagyon jó hangulatú verseny szokott kialakulni itt a végére. Baráti társaságon túl említetted, hogy vannak meghívott vendégek, őkről mit lehet tudni? Igen, a meghívott vendégekről is annyit lehet tudni, hogy igazából azok, akik a sportbarátságon túl valamilyen baráti szálak fűznek hozzájuk, illetve itt vannak Bonyhádról az én csapattársaim, én Bonyhádon játszok NB3-ba, ott kettő csapatunk van egy NB2-es csapat és egy NB3-as, és ők is eljöttek a rendezvényre, és eljöttek ide hozzám. Nyáron mi várható itt az egyesületnél? Nyáron is lesznek edzések. Elsősorban most így úgy gondoltam, hogy kedszerd a csütörtöki nap folyamán, a hétfő pénteket egyelőre most szüneteltetjük. Vannak nagyon lelkes gyerekek, akik a nyári időszakban is jelentkeztek és jönnek edzésekre. A felnőttek, amikor éppen nem nyaralnak, akkor meg biztos, hogy fognak jönni edzésre. Milyen korosztályt vártok? Ki az, aki szerinted jelentkeznék, hogyha szeretne megtanulni, mondjuk pingpongozni, vagy már egy ideje játszik asztali teniszt, akkor kiket vártok ti ide? Én kezdtem olyannal, aki 6 évesen kezdett el pingpongozni, és nagyon szívesen várjuk a gyerekeket, de ami számomra egy nagyon nagy kuriózum volt, hogy 70 évesen is kopogtatott be hozzám, illetve aki azt mondta, hogy ő szeretne most megtanulni pingpongozni, 3 éve játszik. Ő most a mai versenyen sajnos nem tudott részt venni egy műtét miatt, de 3 év alatt egy hihetetlen nagy eredményt értem el vele, és rá nagyon-nagyon büszke vagyok. És most már egyre többen jönnek az idősebb korosztályból is, akár 70 évesen, tehát most már nem ő az egyetlen, és teljesen kezdő szintről indulunk el, és megtanulnak pingpongozni. Mi a legfontosabb ahhoz, hogy valaki tudjon pingpongozni? Tehát milyen ritmusérzék, vagy milyen gömbérzék, vagy mire kell számítani annak, aki mondjuk ide szeretne jönni és ezt a sportágat űzni? Sokan azt gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy ez egy könnyű sport. Hát ez nem így van, nagyon összetett sport, és nagyon sok minden kell hozzá. Tényleg, amit te is mondtál, jó ritmusérzéknek, gömbérzéknek, lábmunkának, kézügyességnek, és elsősorban egy hihetetlen nagy feljáték. Úgyhogy elég összetett, és sok minden kell hozzá. A verseny menete csoportkörös mérkőzésekből, majd főtáblán és vígaszágon is egyenes kiesésben folyt. Színvonalas elődöntővel és izgalmas döntő után Teleki Attila nyert a főtáblán. Bognár András második helyezéssel, Szunyog Mihály és Ben Schaller harmadikként zárt. A házi bajnokság családias jellegben zajlott, a helyezést el nem ért versenyzők is megtalálták számításukat a sportban. Így tett Ambosics Hugó is, aki amatőr versenyzőként már nem most mutatkozott be. Ha mérkőzést játszunk, én nagyon szeretek arra figyelni, hogy amit tanulok, azt sikerüljön mérkőzés közben is megütni, megcsinálni, megvalósítani, és egy-egy jó pontnak jobban örülök, mintha megnyertem volna az egész meccset. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megy a ide-oda pattogás, akkor egy nagyobb leütést, és azt úgy viszed be, ahogy kell, olyan mozdulattal, olyan ívvel, akkor annak sokkal jobban tudsz örülni, mint hogyha az egész szettet megnyernéd. Ez pontosan így van, és nem csak a leütések, a kisebb ütések. Tehát tanulunk itt a nagyon sokféle ütést, tehát a nyeséseket, a pörgetéseket, a droppolásokat, minden. Mindegy, hogy milyen ütést, ha egy ütést sikerül úgy
megcsinálni, ahogy egyébként tanítják, akkor sokkal jobban örülök neki, mintha egy meccset megnyerek egyébként. És a többiek is így vannak egyébként, tehát mindenkinek az a fontos, hogy sikerüljön jó. Nem igazán vannak olyanok, akik edzésen győzelemorientáltak lennének.